a mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi egyesületének működését és rendezvényeik megvalósítását is segítik a pályázatokon elnyert támogatások. A civil szervezet ilyen támogatás segítségével rendezi meg márciusban a 7. kulturális találkozót, azonban továbbra is szeretnék kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket. Mi figyelünk minden olyan pályázati lehetőséget, ami kimondottan velünk kapcsolatos. Tehát mi más fölösleges pályázatokban nem igazán ugrunk bele. Természetesen nálunk is a legnagyobb pályázati lehetőség a működési pályázat. Azonban nem csak a mozgáskorlátozottak egyesületének munkáját segítik a pályázati támogatások. Ezért is szervezte meg a Celta Ifjúsági Egyesület a civil napot, hogy az Zempléni térségben működő szervezetek első kézből kapjanak információkat a rendelkezésükre álló pályázati lehetőségekről. Pontos az is, hogy a kistérségek együtt tudjanak működni, és kapcsolatot tudjanak teremteni, be tudjanak mutatkozni. A pályázati lehetőségek érintik azon több mint 100 civil szervezetet is, melyek Sátoraljaújhelyi székhelyen működnek. Nagyon sokan, nagyon sokféle területen foglalkoznak, legyen szó állatmenhely fenntartásától egészen sportkörökön, művészeti körökön át, egészen a daganatos és sérült gyerekek támogatásáig. A Nemzeti Civil Alapprogram az elmúlt évekhez hasonlóan 2011-ben is meghirdette a működési pályázatot. Azonban több pontban változás lépett életbe, mely elsősorban az igényelhető támogatás mértékét illeti. Kisebb keretösszeget pályázhatnak meg a szervezetek, nagyjából ilyen 60%-a az előző évi keretnek, és ez azt jelenti, hogy az igényelhető összeg is csökken. Tehát értelemszerűen fontos lesz figyelniük a pályázóknak majd, amikor a korrigált ráfordítás alapján számítják ki, hogy mennyi működési támogatást igényelhetnek, akkor ezek kisebb összegek lesznek, mint az előző években. Ami még jelentős változás az, hogy eddig 100%-os finanszírozású volt a működési pályázat, de ettől az évtől egy 10%-os önrészre szükség lesz a szervezetek részéről. A hazai pályázati lehetőségek mellett az Európai Uniós pályázati projektekben is megjelennek kedvezményezetként a civil szervezetek. Továbbiakban az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében jelennek meg olyan kiírások az év második felében, melyek a civil szervezetek fejlesztésének támogatását szolgálják. Praktikusan 2008. január 1 előtt alakult szervezeteket szeretnénk támogatni a jelenlegi elképzelések szerint. Minimum 10 millió forint és maximum 50 millió forint támogatást kaphatnának, tehát valahonnan azért saját erőt is kell előszedni, mert 95% lesz a támogatási intenzitás. Az 5. Zempléni civil nap kistérségi civil fórummal zárult, melyen lehetősége nyílt a szervezetek képviselőinek a közvetlen konzultációra a civil nap előadóival.